A város játszótereinek lezárásáról a szívünk és tapsunk kezdeményezés jelentőségéről és virágvasárnap üzenetéről is írt közösségi oldalán a polgármester a hétvégén. Balog László szombat délelőtti bejegyzésében figyelmeztetett, bár a játszóterek fertőtlenítése megtörtént, azok használata továbbra is tilos. A bejegyzésből az is kiderült, a játszótereket, valamint néhány játékelem környékét a tiltó intézkedések megerősítéséért szalagokkal is körbezárták a város szakemberei. A városvezető hangsúlyozta, jelen Helyzetben olyan helyszínt kell választani a levegőzéshez, ahol az egyháztartásban élők magukban lehetnek és nem kerülnek szoros kontaktusba másokkal. Következő posztjában Balog László arra kérte a kanizsaiakat, hogy minél többen csatlakozzanak a szívünk és tapsunk veletek vagyunk egészségügyi és szociális dolgozók elnevezésű országos hálaadási kampányhoz. Az akció célja, hogy minél többen mondjanak valamilyen formában, például este 8 órakor tapsal, vagy akár egy ablakba kiragasztott szívecskével köszönetet azoknak, akik a frontvonalban küzdenek a koronavírus járvány ellen. Vasárnap délelőtti videó üzenetében pedig a nagy hét kezdetére, valamint a testi és lelki rend napjainkban különösen fontossá váló jelentőségére világított rá a polgármester.